Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szent mise énekünk a Huzsanna énekes könyv 229-es éneke lesz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ezt a szent misét a média apostolokért ajánlom föl. Ahhoz, hogy alkalmasok legyünk a szent titkok ünneplésére, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel, és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szent az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Urunk Istenünk, add, hogy mindig helyesen gondolkodjunk, és a jót készségesen meg is tegyük. Így mi, akik nálad nélkül létezni sem tudunk, segítségeddel, tetszésed szerint élhetünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Eszter könyvéből.
a veszély idején, amikor a választott népet ellenségei ki akarták írtani, Eszter királyné is, miként gyámja Mardokeus, a fenyegető halál elől menedéket csak az Úrnál keresett. A választott nép Istenéhez Eszter így imádkozott. Uram, segíts, hisz egyedüli királyunk te vagy. Nézd, milyen egyedül vagyok, és más segítőm rajtad kívül nincs sehol. Végveszélyem immár kézzel fogható. Gyermekkoromban úgy tanultam rólad, Istenem, hogy kiválasztottad népünket minden pogány nép közül. Atyáinkat is kiemelted őseik közül, hogy mindörökre a tieid legyenek, és meg is védted őket, amint ígérted. Gondolj reánk, Uram, és nehéz napjainkban mutasd felénk arcodat. Belém is önts bizalmat, Uram, Istenem, ki minden égi, földi hatalom királya vagy. Ajkamra adj hatékony, ékes szavakat, ha megjelenek a király előtt. Hajlítsd szívét, hogy ellenségünket büntesse meg. Hadd vesszen az és mindazok, akik egyetértenek vele. Minket pedig védjen meg jobbod ereje. Segíts meg engem, rajtad kívül senkém sincs, Uram. Csak te segíthetsz, te, aki mindent tudsz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jézus, add, hogy hozzá. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Kérjetek és adnak nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap. Aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, újra és újra megfogalmazzuk,
hogy itt már csak az Isten segíthet. Vagy pedig, hogy nem tudunk más tenni, csak imádkozni. És ebben a csakban van valami, amelyet fontos, hogy jól értsünk. Az, hogy az imádságot tehetjük meg, az, hogy az Isten segítségére számíthatunk egyedül, egyáltalán nem piciny dolog. Sőt, a legfontosabb ügyekben pontosan rája vagyunk bízva, és pontosan az ő cselekvése az, ami bennünket segíthet. Gondoljunk csak létezésünkre. Nem élnénk ezen a földön, hogyha ő csak egy pillanatra megfeledkezne rólunk. Minden percben folyamatosan akarja mi létezésünket, és éppen ezért vagyunk itt. Éppen ezért létezhetünk, mert ő akar minket. Sőt, ha azt mondjuk, amikor egy házas pár vagy egy szerelmes pár éppen csak ketten vannak, ott sincs másról szó, mint hogy éppen elég. Hogy bizalmasan megbeszéljék, hogy felkészüljenek arra, ami előttük áll, hogy megélhessék a kettőjük közötti kapcsolatot. A csak itt nem egy negatív felhanggal rendelkezik, hanem pontosan azzal, ami a szükséges, pontosan azzal, ami éppen elégséges. Így hát, amikor azt mondjuk, hogy csak Isten segíthet, vagy nem tudunk más tenni, csak imádkozni, akkor arról van szó, hogy pontosan arra bízhatjuk, aki végtelenül szeret bennünket, pontosan attól kérhetünk, aki mindent meg akar adni nekünk, és aki jót akar adni nekünk. Eszter királyné és Mardókeus, amikor böjti ruhát ölt, és amikor imádkozik az ő Istenükhöz, a mi Úrunkhoz, akkor nem tesz mást, azt az egyedüli dolgot teszi meg, amit meg tudnak tenni, és attól kérnek segítséget, aki egyedül segíteni tud. Eszter királyné csak imádkozni tud. Attól kéri a babiloni fogságban a szabadulást, az életét az ő népének, aki meg tudja oltalmazni az ő népének az életét. Attól kér segítséget, és abban bízik, aki meg akarja menteni őket. Éppen ezért, amikor valami olyasmival találkozunk az életünkben, a környezetünkben, amiért csak imádkozni tudunk, vagy amiről megállapítjuk, hogy csak az Isten tud segíteni, akkor tudjuk jól, és örvendező bizalommal gondoljunk rá, hogy jó kezekben van. Az Isten kezében jó helyen van. Ő jó döntést fog hozni. Ő jó úton fog vezetni bennünket. Ő meg fogja adni azt, amire szükség van. És ezek a helyzetek segítenek bennünket abban, hogy ne csak a létezésünk oldaláról lássuk meg, hogy mennyire rá vagyunk bízva mi Urunkra és Istenünkre, hanem a mindennapi dolgainkban is felfedezzük, hogy az ő jóság az, ami megtart bennünket, az ő jóság az, ami minden nap kísér bennünket, az ő jósága egyengeti a mi életünket, és nemzetünk, a nemzetek, az egész világ életét. Amen.
Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy kegyelme segítségével megtanuljunk helyesen imádkozni. Add, Urunk, hogy püspökeink és papjaink fáradhatatlanok legyenek az imádságban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az államok vezetői ne csak a földi békén fáradozzanak, hanem népedet, a te szövetségedbe is elvezessék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy gondolatainkat átformálja az imádság szelleme. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindig a jót kérjük imádságainkban, és így teljesíthesd kéréseinket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egész életünket átszője a helyes imádság, és álhatatos kérésünkre elnyerjük az örök életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, szent fiat tanításából atyánknak ismerünk és vallunk téged. Kérünk enged, hogy mindig gyermeki bizalommal forduljunk hozzád, hogy kéréseinket teljesíthesd Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Adja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszentek házjában. Kérünk, Istenünk, hajolj le irgalmaddal hozzád könyörgő népedhez. Fogadd el áldozatunkat és imádságainkat, és hajlítsd magadhoz szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzanak, buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit,
és az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, ami ellen jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánlunk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve
egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a szent angyalokkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Úrunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Amen. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békéje. Thank you.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Imádkozzuk a lelki áldozás imáját.
Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást bennem örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, szent tested és véred vétele, amelyet megváltásunk zálogául rendeltél, szolgáljon nekünk orvosságul a jelen és örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, csak egy könyörgés értetek, csak az Istenhez, aki mindent meg tud adni nekünk. Légy irgalmas, Urunk Istenünk, hozzád könyörgő népedhez, és jóságosan add meg, hogy felismerje, mit kell kérnie, és elnyerje mindazt, amit helyesen kér tőled, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörülj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörülj érettünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj